Alapvetően három okot tüntethetünk fel a dombavári Fekete István Múzeum megalapításával kapcsolatban. Első okként megemlíthető, hogy Dombovárnak 1995-ig nem volt múzeuma, ezért megalapították ezt a létesítményt, és ez volt az első egységes látogatható közgyűjtemény. Második ok, hogy a múzeum vezetője és egyben a tárlatának összeállítója Bodó Imre levelezést folytatott Fekete István özvegyével, melyből fény derült arra, hogy Fekete István édesapja dombovári származású volt, ezért is fontosnak tartották a múzeum dombovári székhelyű megalapítását. A harmadik és talán legfontosabb ok pedig az volt, hogy Bodó Imre már kisgyermekkora óta példaképeként tekintett az íróra, ezért úgy gondolta, hogy egy méltó emléket állít a tiszteletére. Az író özvegyének halála után rengeteg emléktárgyat osztott szét különböző múzeumok számára, így kerültek ezek Dombovárra is. Fontos megemlíteni, hogy a kiállított emlékek szinte mindegyik eredeti. Na most az özvegy halála után, mint említettem, akkor került ide például az íróasztal, a székkel, a telefon, a lámpa, a rádió, nagyagancs, kisagancsok, további kéziratok, az összes iskolai bizonyítvány nálam van, aztán nálam van többek között az utolsó tolla, amivel írt, aztán itt van a pipája, cigarettatartója, öngyújtója, aztán imakönyve, esküvőbek bakócára, tehát nagyon sok minden eredeti dokumentum van itt nálam. Itt van például a születésanyagkönyvi kivonata. Ezen kívül kéziratok sokasága, könyvek eredeti példányai és minden egyes műve megtalálható a múzeumban. Tehát a Végtelenült, a Hunoka teljes kézirata, Andersz megviseli vegyeskötet, Koppányokat és van a filmforgatókönyve, esküvőmegkönyv bakócára, imakönyve látható ebben a vitrínben, az utolsó tolla. Na most ő mindent papírra vetett, illetve hát csak az egyik oldalra írt mindig, látjuk itt a hú, és ugye vannak olyan oldalak, abszolút nem javított, és amikor elkészült a könyv, akkor legépeltette egy gépírónővel, és utána beköttette, az összes könyvei be van kötve. Külön érdekesség, hogy még Fekete István utolsó cigaretta csikjei is fellelhetőek a tárlatban. Na most itt láthatunk még egy hamutartót, és hát mi érdekesség, ebben a kis borítékban vannak a csíkjei, ugye nem tudott lemondani a dohányzásról. Pistám utolsó csíkjei 1970. 6. 22-e. Tehát 22-én este még dohányzott, és 23-án, tehát pár óra múlva hajnali fél három érte a szívrohamot. Még az Edith néni ezeket a csíkeket is eltette, és én ezt megkaptam. Egy adott tárlatvezetés alkalmával Imre elsőként ismerteti a történelmi hátteret, majd a bejárattól kezdve a leghátsó szobáig minden egyes kiállított darabról pontos tájékoztatást ad. Imre elmondása szerint az írót főként személyes tárgyaiból ismerhetjük meg a legjobban. Iskolai bizonyítványaiból kiderült, hogy egy erős közepes tanuló volt. Későn érőnek, szórakozottnak tartották, de amit nagyon szeretett, azt mindig lelkiismeretesen megtanulta. A tárlatvezető a múzeum darabjait több mint 23 éve gyűjti, a kiállítás azóta is bővül, jelenleg már három teremmel rendelkezik, de szükség lenne egy negyedikre is az emléktárgyak gyarapodására való tekintettel. Igyekeztem úgy berendezni, mondta, hogy különbözön a többi Fekete István emlékhelytől, azért, hogy a látogatók, ha erre járnak, egy olyan élményben részesülhessenek az íróval kapcsolatban, amilyennel máshol nem találkozhatnak. A 23 év alatt eddig több mint 53 ezer ember járt már nála a világ minden részéről, beleértve politikusokat, hírességeket, de főként diákcsoportokat. Éves szinten nagyjából 2500 érdeklődőt fogad. Fekete István életművét egyébként Tolna és Somogy megye már elfogadta megyei értékként, a tárlatvezető szerint a Hungarikum címre is érdemes lehet az író munkássága, ez még jelenleg elbírálás alatt áll.